e tekintetben abszolút ideális a startja, legalábbis ugye a kamerát figyelve majd azért ez látványos lehet. Bízunk benne, hogy összejön majd ez a kísérlet. Nagyon nézzük akkor a versenyt. Nincsen hibázoló szerencsére. Ő de jó start lesz ebből. Ha lesz helyből tempó, de hát azt mondjuk meg is szokott ezekben a versenyekben. Kandidátus sincs ahhoz képest messze, hogy nem szokott olyan erősen kezdeni. Remek is startot látom, kandidátus hagyott ott egy-két hosszas tartán, a többiek tolták az autót is. Szerencsére nincsen hibázoló, kandidátus is gond nélkül eljött, és Tora Jones diktálja tempót, nagyon gyors az eleje, és hát semmit sem víz a véletlenre. Mészáros Árpád Zsolt és Núbiával, illetve Ontario Air is elmegy vezetés, Ontario Air lesz az, aki a leggyorsabb és lecsök mindenkinek. Emlékezhetünk közel egy évvel ezelőtt Ontario Air Rybárszky Sándorral hasonló füllett meleg időben egy remek időt ügetett és nyertek. Most is lehet, hogy Ontario Air arra készül, idén még nem tudott versenyt nyerni, ötször futott mögötte Nora Jones, Ontario Air, Nora Jones, ez az első két ló sorrendje. Open Ninát látom remek pozícióban Dr. Bényivel. Open Nina is remekül mozog, amikor a lovak most már itt vannak az első jelenesben, a vezető hármas ellépni látszik, és Mészáros Árpád Zsoltnak, Zsolt próbál följebb zárkozni a mezőny végén, van kandidátus Ézsiás Csabával, az élen pedig Ontario Air és Székely Zoltán. Ontario Air vezet előnye nagyjából három horse Nora Jones-szal, illetve Open Ninával szemben. Háttérből próbálkozik zárkozni Nelly Gull, illetve Kőműves Péter Imperiát is kivette a közép mezőnyben, és úgy gondolja, hogy ezzel a vége előtt egy picit most már ideje feljebb zárkozni lovával. A közép mezőnyben egyelőre Núbia, mögötte Oscar Wilde, Pipacsos az utolsó előtti helyen, és a lassabban kezdő kandidátus zárja egyelőre a sort. Ugye a végén mindig nagyon erős kérdés, hogy ezt a hátrányt le tudja majd dolgozni a célig. Helyből nagyon gyors Ontario Air továbbra is ott van a frontban, és diktálja a tempót. Még mindig vezet legalább 3-4 hosszan. Ontario Air mögött ott van Nora Jones a második pozícióban. Openinál azonban kezdenek rászaladni a többiek. Ott látom Nelly Gult a negyedik helyen, ötödikként Imperial üget. Aztán jön Núbia és Oscar Wilde. Pipacsos sincs egyelőre nehéz helyzetben. Jön az utolsó 600 méter, és hát egyelőre Ontario Air úgy fut, mint nagyjából egy évvel ezelőtt, hogyha bírja a végét, akar, akkor a start célba hazaérhet Székely Zoltánnal. Ontario Air növeli az előnyét. Mögött egy csomó marad, a többiek megindult talán kívülről Imperial, de azonban mindig ott van a második helyen Nora Jones, Open Nina fárad, közel van Nelly Gull, az élen azonban egyelőre csak sétál Ontario Air. Ontario Air már a kanyar közepén jár, a többiek viszont óriásit küzdhetnek majd a dobogóért. Ontario Air úgy tűnik, hogy nem fárad, Ontario Air vezet, jön Imperial, de harmadik, negyedik pozíciót kell fölvállalnia, hogy meg tudja előzni az előtte versenyző lovakat. Nora Jones még mindig ott van a második helyen, ez már a befutó, Ontario Air csak sétál, és jön Nelly Gull, Németh Gáborral, az újonccal, és lehet, hogy a falon lesz még helye. Ontario Air vezet, Nelly Gull nagyon gyors, az utolsó 50 fog dönteni, és Nelly Gull, Németh Gábor, az újonc megver mindenkit. Nelly Gull a nyerő, Ontario Air mögött a második, és Mészáros Árpád Zsolt Núbiával megérkezik a harmadik helyre. Hűha, kandidátus a negyedik, hát mennyit változik egy verseny az utolsó 200-on, hát mentek, mint az őrült a start után azért a résztvevők, és hát itt azért mindenkinek megártott ez a gyors kezdés. Ontario Airtől én azért azt gondoltam, nem nagyon lehet már kiénekelni a szájából azt a bizonyos sajtot, és a mezőny egyetlen újonc hajtója Németh Gábor, hát remekül helyezkedik, volt persze, kellett némi szerencse ott a falon, hogy legyen útja, és Nelly Gull letakarja Ontario Airt, a harmadik helyre pedig hát a rajongótábor nem kis megelégedettségére behozza Mészáros Árpád Zsolt Núbiát, 8-as, 7-es, 3-as, hát így azért, hogy elég úgy győzött meg Núbia a harmadik, egyértelműen beszéltünk meglepetésről, elfárad nagyon Nora Jones, Imperial szinte lépés megy a végén, és hát nézzék, hogy jön Nelly. És a falon, hát kérem szépen, a kezdő elmegy a falon a rutinos hajtó mellett. És a végén jár egy hosszal. Hát Székely Zoltán már a markában érezhette ezt a győzelmet, nem véletlen, ugye sokáig, évekig Ida June-t hajtotta, ilyen örökös harmadik, negyedik, ötödik volt, hát most megkapta Ontario Airt, egy komoly esélyi lovat, és hát tulajdonképpen vezetett 1850 méteren keresztül. Végül azonban Németh Gábor Nelly Gullal győzte.